Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Ferencesek utcája, hétfőn kezdődik a teljes körű felújítás. Fényfesztivál, ismét fénybe borul a belváros júniusban. Munkácsi kiállítás, 3 eddig még nem látott alkotás is szerepel a kiállított művek között. Hétfőn indul a belvárosi nagyberuházás, a Ferencesek utcájának teljes rekonstrukciója. Ez azt jelenti, hogy nem csak a burkolatot cserélik, hanem megújul a gáz, az ivó és szennyvízvezeték rendszer hálózata, valamint a teljes villanyvezeték hálózatot is felújítják. Ezután a belváros egyik kedvelt utcája a Jókai térhez hasonló burkolatot kap. A mostani Ferencesek utcáját a 90-es években aszfaltozták, egyetlen díszítése a középen futó, kis kockakővel kirakott sáv, ezt hamarosan felszedik és a Jókai térhez hasonló burkolatra cserélik, sőt fákat is ültetnek majd. A munka május 20-án hétfőn indul. Varga Ivett, az E.ON regionális sajtószóvívője elmondta, hétfőtől az acélgázvezetékeket cserélik műanyagra, majd októbertől újra felvonulnak, és a villanyvezetékek cseréje is megtörténik. Mindkét beruházása az E.ON saját forrásainak felhasználásával valósul meg, a gázvezetékek cseréje 35, a villamosvezetékek cseréje pedig 15 millió forintból. Mind a két esetben kb. 300 méter hosszú szakaszon kerül sor a vezetékek cseréjére. Ha ezeket a munkálatokat nem most végeznék el, akkor rövid időn belül egy csőtörés vagy bármely más meghibásodás miatt az új burkolatot kellene megbontani. Most a gázvezetékeket úgy cserélik, hogy a lakókat ez kevésbé zavarja. Áram- és gázvezetékeket is cserélünk a Ferencesek utcájában, mert burkolat cserére kerül majd ott sor a város beruházásában, és az a célunk, hogy megelőzzük azokat a helyzeteket, hogy esetleg egy meghibásodás miatt ezt az egészen új burkolatot fel kellje bontani, úgyhogy most minden vezetéket kicserélünk. A gáz- és villanyvezetékek mellett megújul az ivóvíz- és szennyvízvezetékrendszer hálózata is, és a jelenleg falon vezetett informatikai kábelek is bekerülnek a térkövek alá, mondta Merza Péter. A Pécsi Városfejlesztés Nonprofit ZRT vezetője hangsúlyozta, a burkolat olyan lesz, mint a Jókai téren. Gyakorlatilag ugyanúgy fog kinézni magának az utcának a látképe, mint a Jókai téré. Nagyon nagy változás, hogy növényesíteni is fogunk az utcában. Ez azt jelenti, hogy olyan növénykazetták kerülnek telepítésre, melyek egyáltalán nem akadályozzák a kapuhajakon keresztül az adott társasházaknak vagy tömböknek a megközelítését, ugyanakkor egy sokkal élhetőbb lakókörnyezetet, illetve turisztikai környezetet biztosítanak. Padokat telepítünk, és gyakorlatilag a teljes utca megújul. Merza Péter hozzátette, a teljes közmű rekonstrukció nélkül a burkolat cseréje 2-3 hónapot vett volna igénybe, de ezeket a munkákat, úgy ahogyan az Irgalmasok utcájában is, itt is el kell végezni. Az év leghosszabb napjára készül Pécs. Június 27-e és 30-a között fénybe öltöztetik Pécs történelmi belvárosát, sőt idén még az Árkád bevásárlóközpontban is lesznek programok. Az idén negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Zsolnai Fényfesztivál 170 ingyenes kültéri és beltéri programmal, fényattrakciókkal, utcaművészeti produkciókkal és koncertekkel várja az érdeklődőket, jelentették be csütörtökön a rendezvény szervezői. Az ország első és egyetlen fényfesztiválján több mint 12.000 négyzetméternyi felületet öltöztetnek fényárba. A fesztivál idején átalakul Pécs belvárosa. Sötétedés után fénnyel festik meg a pécsi bazilikát, a sétáló utcákat és a kedvelt köztereket is. Ez egy nagyon fontos extrém kuriózum az országnak, és az a szellemi közösség, ami sok-sok éven át összegyűlt az ország minden sarkában végre otthonra talál, az egy nagyon fontos dolog, és ez egy életkép, amit önállóan meg kéne őriznünk. A Zsolnai Fényfesztivált 3 évvel ezelőtt rendezték meg először. Akkor kísérleti jelleggel az év leghosszabb napjához kötődően festették meg fénnyel a belvárost. Az ország első fényfesztiválja azonban annyira népszerű lett, hogy tavaly már 70 000-en voltak kíváncsiak a kivilágított Pécsre és a különböző attrakciókra.
Vince Balázs, a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, folyamatosan azon dolgoznak, hogy ezt az érdeklődést fenntartsák. Idén például a pécsi bazilika monumentális falait mindhárom nap 3D-s fényalkotások keltik életre. A fény útját pedig 30 állomáson keresztül lehet majd követni. A magyarországi fényfesztivál az első és az egyetlen, de az egyetlenre hangsúlyt fektették erre a szóra, az egyetlen maradjon ebben az országban. Pécs legyen a fényfesztivál központja, ne legyen máshol fesztivál, ahogy világkarnevál is csak Debrecenben van. Erre kell törekednünk, hogy ezt a státuszunkat megtartsuk. Pécs alpolgármestere Őri László elmondta, amikor megálmodták a Zsolnai Fényfesztivált, akkor csak bíztak a sikerben. De az elmúlt évek tapasztalata jól mutatja, hogy új fesztivált, új brendet építettek. A fesztiválnak két célja is van, tette hozzá az alpolgármester. Egyik, hogy a pécsieknek és az ide látogató turistáknak egyedülálló élményt nyújtsanak, másik pedig, hogy felhívják a figyelmet az épített kulturális örökségekre. Második célunk, egy másik legfontosabb cél, hogy új megvilágításba helyezzük azt a gyönyörű műemléki környezetet, amely Pécs belvárosát, a történelmi belvárost jellemzi. Az elmúlt évhez hasonlóan az idei évben is közel 12.000 négyzetméteren világítjuk meg a felületeket, világítjuk meg a műemléki védettség alatt álló épületeinket. Hoppál Péter parlamenti képviselő miniszteri biztos a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a magyar kormány nem véletlenül támogatja 10 éven át a Zsolnai Örökségkezelő munkáját. Országosan is egyedülálló kormányzat támogatásból egy olyan új rendet építenek fel, ami az országban nincs sehol máshol. Így jöhetett létre Magyarország első és máig egyetlen fényfesztiválja, tulajdonképpen a Zsök szellemi termékeként, és a kormányzat támogatásával. A Zsolnai Fényfesztivált idén június 27-e és 30-a között rendezik meg. Idén két helyszínnel is bővül a repertoár, hiszen Pécs legnagyobb bevásárlóközpontjában is lesznek vetítések, valamint az Apollo moziban filmeket nézhetnek az érdeklődők. Új tárlat várja az érdeklődőket a Zsolnai Kulturális Negyed M21 galériájában. Munkácsi Mihály mintegy 60 festményéből nyílt kiállítás. A Pák Imre magángyűjteményéből válogatott művek között igazi ritkaságok is akadnak. Újonnan nyílt kiállítással várja az érdeklődőket az M21 galéria. Munkácsi Mihály közel 60 műalkotását tekinthetik meg az érdeklődők. A képek tükrözik a kor művészet felfogásának változásait, illetve azokat a társadalmi és kulturális modernizációs folyamatokat, amelyek hatással voltak Munkácsi művészetére. Különböző közhelyek éltek Munkácsival kapcsolatban, de ahogy egyre több festmény előkerül, és ebből itt nagyon sok látható, olyan is, amit a szakma ismert, legalábbis reprodukcióból, de nem láttuk korábban. Tehát amint ezek feltárulnak, az életműnek a rétegezettsége, a gazdagsága, a sokfélessége nyilvánvalóvá válik. Páva Zsolt Pécs polgármestere fontosnak tartja, hogy az érdeklődőket minél jobban megismertethessék Munkácsi művészetével. Erre ez idáig csupán egyszer 15 éve nyílt lehetőség Pécsett. A Zsolnai negyed a kulturális zászlóshajója a Pécs városának, és a negyed vezetése úgy döntött, hogy akkor ezt a kiállítást kibővítve, még több képet Pécsre hozva megismételnénk, és az eddigi előzetes érdeklődést tekintve, amit eddig tapasztaltunk, úgy tűnik, hogy jó döntés volt. Hoppál Péter országgyűlési képviselő a megnyitón elmondta, egy világpremiérnek is szemtanúi lehetnek majd a látogatók, hiszen 3 eddig még nem látott képet is kiállítottak Pák Imre magángyűjteményéből a mostani tárlaton. A Munkácsi kiállítás 2019. novemberéig látogatható a Zsolnai Kulturális Negyed M21 galériájában. A Csontvári Múzeumban láthatja először a nagyközönség azokat a 7000 éves régészeti leleteket, amelyeket az M6-os autópálya építését megelőzően tártak fel. A leletek főként az újkőkor időszakából származnak, és a helyi közösségek régészeti örökségét mutatják be.
Az első falvak az újkőkor letűnt világa Dél-Dunántúlon címmel nyílt kiállítás Pécset május 9-én a Csontvári Múzeumban, amely a helyi újkőkori közösségek közép-európai szinten is jelentős régészeti örökségét mutatja be. A kiállítás a Pécsi Janus Pannonius Múzeum és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont régészeti intézetének közös hosszú ideje tartó munkájának eredménye. A kiállítás koncepcióját egy olyan tudományos kérdéskör köré szerveztük, amiről hát az utóbbi évek nagy feltárásai során eléggé sok új információhoz jutottunk innen a Dél-Dunántúli régióból. És ez a kutatási pont, vagy ez a történelmi helyzet, aminek a kutatása folyik, ez tulajdonképpen nem más, mint az első önálló településeknek, állandó településeknek a kialakulása. A Krisztus előtti 7. és 6. évezredben jelentős változások zajlottak a Balkán-félszigeten és a Kárpát-medencében. A lakosság a vadászatot, halászatot és gyűjtögetést kiegészítette az állattartással és földműveléssel, amelynek következtében megjelentek az első állandó falvak. Tulajdonképpen, amit ebben a kiállításban most lehet látni, az egy szűk két évtizedes kutatási folyamatnak a végeredménye, amelyben a területileg illetékes múzeumok, a Janus Pannonius Múzeum, a Pavosinszky-Mór megyei múzeum és a Ripperónai múzeum a három megyében, Baranyában, Tolnában és Somogyban végzett régészeti kutatásokat. A neolitikus falvak kiállítás 2020. június 20-áig látogatható a Csontvári Múzeumban Pécset. Kockák és buborékok egésznapos programsorozatot szentelt a PTA Egyetemi Könyvtár és Tudáskösponta képregény műfajának május 15-én. A képregény fesztivál a szokásos tavaszi könyvtári rendezvénysorozat része, amelynek idei témája a képregény, a manga és az animáció. Alkotói workshopok, képregénybörze, könyvtári szabadulószoba és kiállítások is várták a műfaj rajongóit a Kockák és buborékok képregény fesztiválon a Tudásközpontban. Aki pedig a műfaj tudományos vetületére is kíváncsi volt, a kapcsolódó előadásokat és a kerekasztal beszélgetést is meghallgathatta. A szervezők a képregény műfajának sokféleségét szerették volna megmutatni, valamint azt, hogy a képregény nem csupán a popkultúra része, de tudományos kutatásoknak is régóta tárgya. Olyan fajta műfaj a képregény, vagy olyan médium, amit nem szoktak egy egyetemtől vagy az egyetemi könyvtáraktól elvárni, hogy egyáltalán gyűjtenek képregényeket, vagy foglalkoznak ilyen popkulturálisabb tartalmakkal. Meg egyrészt szeretnék ezt a sztereotípiát lántani picit, hogy így a, hogy mondjam, picit a népszerűség irányába elmozdítani, a közönséget bevonzani jobban a könyvtárba. Másrészt pedig egyébként az ilyen típusú médiumok, vizuális kultúra vagy a narratíva kapcsán, ezek tárgyai tudományos kutatásnak is. A képregényfesztiválon irodalmi művek adaptációival és díjnyertes képregényrajzolók munkáival is megismerkedhettek a látogatók. A diákok részére az egyetemi könyvtár pályázatot hirdetett. Az iskolások saját képregényeket készítettek a könyvtárak és könyvtárosok főszereplésével. Ugye az egyik kortárs tendencia, amellett, hogy a képregény ugye az internetre helyeződik egyfelől, másfelől viszont a személyes találkozások terébe is. És a könyvtár közege az egy kiváló lehetőséget kínál arra, hogy személyes találkozások éppen a képregény körül megszerveződjenek. A Kockák és buborékok programsorozatán a rajongók számos képregény műfajjal ismerkedhettek meg, a keleti típusú mangáktól az amerikai képregényeken át egészen a magyar alkotásokig. Főbb híreink még egyszer néhány mondatban. Ferencesek utcája, hétfőn kezdődik a teljes körű felújítás. Fényfesztivál, ismét fénybe borul a belváros júniusban. Munkácsi kiállítás, három eddig még nem látott alkotás is szerepel a kiállított művek között. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Pécsett péntek éjszaka túlnyomóan derült lesz az égbolt, a légmozgás mérsékelt marad, csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb nappali hőmérséklet szombaton 8 fok körül alakul. Hétvégén fokozatosan melegszik az idő, szombaton az elszórtan kialakuló gomoly felhők mellett többnyire napsütéses, enyhén szeles időre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül alakul. Vasárnap még melegebbre, akár 24 fokos hőmérsékletre, a délutáni órákban futózáporokra van kilátás. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este 7 órakor jelentkezünk, viszontlátásra!